Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket! Magnik Evelin vagyok, az elkövetkezendő időszakban Szerencs Város Önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencs városából. Mézes Kalács kiállítás zárta a szakkör programját. 33. alkalommal rendezték meg a Zemplén kupát Szerencsen. A Zempléni Fesztivál Szerencsi programjai. A nemezelés követően ezúttal mézes kalács készítése játíthattak el a szakkör program keretei között a szerencsi érdeklődők. A foglalkozások eredményeként létrejövő kiállítás tekinthető meg augusztus 16 és 31-e között a Rákóczi váron belül található Városi Könyvtár emeletén. Ennek megnyitóján részt vettek a vendégeken kívül a szakkör tagjai is, illetve Zámbori Adrien, a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei igazgatóságától. Király Judit, művelődés szervező köszöntötte a megjelenteket a kiállítás megnyitóján, ahol az általuk készített alkotásokból láthatnak egy válogatást az ideérkezők. A program megalakulásának célja a közösségek újjászervezése a Covid-járványt követően, aminek meghirdetését az operatív törzs rendelt el 2021-ben. Többféle foglalkozásra lehetett pályázatot benyújtani, mint például hímzés, vesszőfonás, tojásfestés vagy éremgyűjtés is szerepelt a felhozatalban. A program lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet, de a Vármegyei Igazgatóság képviseletében Zámbori Adrien is segítette a folyamatot, aki a jövőben is szívesen támogatná a szakkört. Amikor a Covid véget ért, vagy lecsengőbe volt, akkor a Nemzeti Művelődési Intézet azon tanakodott, hogy hogyan lehetne közösségeket újra összehozni, kis közösségeket összekovácsolni, és akkor született meg a szakkörnek az ötlete, és szerintem az nagyon fontos, ilyen nagyvárosban is, mint Szerencs, de kisebb településeken meg leginkább, hogy a közösségek azok összejárjanak, és összetartsanak, és hát úgy gondolom, hogy ennél jobb ötlet, hogy még kreatív dolgokat is tudnak közbe készíteni, nem nagyon van. Amikor elkezdtük ezt a pályázatot, akkor 6 féle szakkör közül lehetett választani. Akkor a sikere volt az első évben, hogy körülbelül Borsod megyében 144 szakkörünk volt, országszerte 2000. Ez a következő évre 5000 szakkör volt országszerte, Borsod megyében 160 szakkör, és idén ez a szám megint csak növekedett. És ugye a 6 szakkör, amikor elindult, akkor bővítettünk, és most már 18 féle szakkörből lehet választani. Nagyon szeretnénk, hogy folytatódjon, és azt szeretnénk, hogy ez a szám csak növekedjen továbbra is. A támogatás 3 lépésből állt össze. Elsősorban eszközöket és alapanyagokat kaptak, majd a tanulás részekén meg kellett tekinteniük egy 20 részes oktató videósorozatot, végül pedig kaptak egy mentort Garay Lászlóné Piroska személyében, aki precíz, szép munkáival már több külön díjat is elnyert. Szívügyemnek tartom azt, hogy a tudásomat továbbadjam, és segítsem a szerencsés környéki embereknek a mézes kalácsos munkáját. Nagyon jó társaság jött össze, nagyon aktívak voltak, és azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy egy jó kis közösség is kialakult. Én örülök, hogy bekerülhettem ebbe a kis csapatba. Én a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület népművésze vagyok, és a mi célunk az, hogy ne a hagyományt ápoljuk, mert a hagyomány nem beteg, hanem hogy megőrizzük és továbbadjuk az utókornak azokat a szép munkákat, mesterség, nébi kismesterségeket, amit mi ott bent az Egyesületben gyakorolunk. Nagyon sokféle technikát kipróbáltunk, megtanultak ajzolni, vagyis írókázni az idejáró lelkes emberkék, de megtanultak terülőmázazni, rátétes mézes kalácsot készíteni, ez többféle technikával is, a rátétes az lehet saját mézes tészta rátét, vagy pedig magvakkal. A program elején akadályt jelentett, hogy nem volt saját sütője a szakkörnek, de egy kedves hölgy hozzájárult egy kölcsönadott eszközzel. Megérték a kezdeti nehézségek, hiszen nagy sikert hozott a foglalkozás a lakosság köreiben. Több iskola is jelentkezett csoportos alkalmakra, amelyeken apró finomságokat készíthettek a gyerekek. Közösségteremtő szerepe mellett hasznos ismeretterjesztő funkciót is betölt a szakkör programja, mivel mostanra sok esetben elhanyagolt mesterségekkel találkozhatnak a résztvevők. Vannak, akik könnyebben, gyorsabban sajátították el a technikákat, de bizonyos, hogy mindenki a maximumot nyújtotta, ami az elkészült alkotásokon is látszik.
A programnak egészen biztosan van jövője szerencsén, hiszen az érdeklődés egyre több embert vonz a kézműves tevékenységekre, ami az elkövetkezendő években tovább fokozódhat. A következő pályázat nem mézes kalács készítésre, hanem gyertyaöntésre és bútorfestésre lett benyújtva, ami újabb szórakoztató, de hasznos időtöltésként fog szolgálni a városban élőknek. A már évtizedes hagyományt jelentő sakversenyt idén új helyszínen, a Szerencsi Középiskolai Kollégiumban rendezik meg augusztus 17 és 20-a között. A megmérettetésen az egészen fiatal korosztálytól az idősebbekig mindenki a legnagyobb koncentrációval és gyakorlattal igyekszik végigvinni a játékok fordulóit. A rendezvény szervezője a Szerencs Városi Sportegyesület sakszakosztálya, akiknek célja, hogy ápolják a sakbaráti kapcsolatokat, miközben a fiatalokban is elvetik a játék iránti szeretet magjait. A négy napos esemény megnyitóján Gurály László köszöntötte a megjelenteket, aki a Szerencsi sakszakosztály elnöke. Munkáját Galkó Tibor országos versenybíró és Kristóf Péter nemzetközi versenybíró fogják segíteni. Gurály László rövid beszédében ismertette a tervezett programot, illetve a verseny idejére ideiglenes szállásként szolgáló helyszínről érdemes tudnivalókat. Igaz, az idei helyszín kisebb, mint az eddig megszokott, de az indulók lelkesedése, elszántsága cseppet sem csökkent. A megnyitón tiszteletét tette Nyíri Tibor, a város polgármestere, aki egyaránt köszöntötte a régi visszatérőket és az új fiatal arcokat is. Számára és Szerencs önkormányzatának nagyon fontos az Emplén Kupa hagyományának fenntartása, hiszen őseik 33 éven keresztül tartották meg és formálták a versenyt évről évre. Sajnos a sakk területe már nem bővelkedik támogatásokban, de ez sem hátráltathatja a környéken mostanra egyedülállónak számító esemény megvalósulását. A játékszeretet nyújtotta élményeken kívül ajánlja, hogy a versenyzők használják ki a város infrastruktúrális értékeit is, hiszen az a tavalyi alkalomhoz képest is számos változáson ment keresztül. Kiváló esély ez arra, hogy az emberek ismerkedjenek, fejlődjenek, találkozzanak ismerőseikkel, és felfedezzék a hely kínálta élményeket is. Amíg pedig vannak sakkozni vágyók, van szándék és érdeklődés, továbbra is számítani lehet a Zemplén Kupa folytatására az elkövetkezendő években. Zemplén Kupa, tehát ez erősíti a honismeretet a Zemplénhez, a tájhoz való, lakóhelyünkhöz való ragaszkodást. Az idén nagyon sok rendezvényt szerveztünk, a tárogatósoktól, a tűzoltókon keresztül, egyházakon keresztül, és hagyd ne soroljam. Ennek vannak már régen kiépített kövei, amelyekhez hál' Istennek minden éven vissza tudunk térni, és egyike ezeknek a 33. Zemplén Kupa, amit jól láthatóan a nehezedő gazdasági körülmények között nem könnyű megrendezni, de az értékeinktől nehezen válnánk meg, ezért úgy döntöttünk, hogy az idén is megrendezzük. Mindenféleképpen jelenti, hogy távolról is jönnek ide emberek, az ország szinte minden pontjáról, ezáltal megismerik szűkebb tájainkat. Nagyon örvendetes az idén, hogy nagyon sok fiatal van, ami azt jelenti, hogy reményeink szerint ezt a versenyt jövőre is és a későbbiekben is meg tudjuk rendezni. Ezzel önmagunkat is tudjuk erősíteni, a helyi sakközösséget is. Gyakorlatilag Sátoraljaújhegy, Nyíregyháza, Miskolc körben, ha ezt a három várost egy körrel képzeletben összekötöm, kis túlzással majd, hogy nem Szerencs az, ahol ilyen versenyeket és szakosztályt tartanak fönt, és azt tűzték ki az év céljának, hiszen kiöregedtek itt is a versenyzők, hogy a fiatalokat beépítsük a szerencsi sakk sportéletbe, a sakk szakosztályba. Nem hagyjuk elveszni, bármennyire sok csábító egyéb dolog van a fiatalok irányába. Tehát a turizmust, vendéglátást is erősíti, ezek a rendezvények, ahol 80-100 ember megjelenik hozzátartozókkal együtt, mert a kisebbeket nyilván csalódottan kísérik, a városnak is a működésében, a turizmusában egy fontos dolog. Viszik a jó hírünket, és kiválóan beleilleszkedik az Emplén Kupa abban, ami a város életét, fejlődését, jövőjét, idegenforgalmát, történelmi tradícióinak a megtartását jelenti.
több százezer forinttal támogatjuk a versenynek a lebonyolítását. Természetesen fenntartjuk azt a szakosztályt, tehát aki a főszervező, annak a szakosztályát, működését támogatják egész éven több százezer forinttal. Egy sakk szakosztálynak is a költségvetése az több százezer forint. Tehát konkrétan ezt a rendezvényt is anyagiakkal támogatjuk, és minden olyanban, ami az infrastruktúrában tudunk segíteni. Noha jelen pillanatban ez a hely, ahol vagyunk, ugye, mert ez egy új helyszín a gimnáziumhoz képest, az épület tulajdona a miénk, de a működtetése az a tankerületé, tehát együttműködünk minden olyan a helyben, ahol közös cél az, hogy működtessük az intézményeket. Az első forduló megkezdése előtt Kristóf Péter ismertette az általános tudnivalókat és szabályokat, amelyekről a verseny folyamán rendszeres tájékoztatást fognak kapni a résztvevők. A játékidő 90 perc, amely minden lépés után 30 másodperccel egészül ki. A B és C kategória versenyzői svájci rendszer szerint 7 fordulóban mérik össze képességeiket, míg az A csoport 8 indulója körmérkőzésben küzdenek meg egymással. A díjazás várhatóan még változni fog, amiről értesítést fognak adni a verseny során. Az aktuális állást és a pontokat egy kihelyezett táblán, valamint online és nyomon tudnak követni az érdeklődők. A napi 2 forduló mellett a második napon a már megszokott gyors verseny is megrendezésre kerül este 7 óra környékén. A mobiltelefonok használata a verseny közben szigorúan tilos, kizárólag kikapcsolt állapotban lehetnek a nevezők birtokában. 1991 óta kerül megrendezésre ez a verseny, kezdetben Sátorai Újhelyen és Sárospatakon volt ez a verseny, és 2006-tól került át Szerencs városához, és azóta is folyamatosan itt tartjuk az Emplén kupát. Hát én személy szerint 2007-től vagyok a főbírója ennek a versenynek, tehát immáron 16. alkalommal. Kereken 50 indulónk van, ez a 6 évestől a 80 évesig felülel minden korosztályt, illetve 3 országból játszanak, a magyaron kívül van Szlovákiából és Romániából is játékosunk. 3 csoportban folynak a küzdelmek, A, B és C csoportban. Az A csoportban játszanak a legerősebbek, a B a közepes erőségű versenyzőknek van, a C pedig a legkisebbeknek, hát ők viszonylag még kezdők, illetve gyengébb erőségű játékosok. Hát a sakkversenyek általában pénzdíjazással, illetve tárgyutalmakkal folynak, tehát a főversenynek a díjazottjai, a fődíjasok, azok pénzjutalomban részesülnek, illetve vannak külön díjak és kategóriadíjak, ők pedig általában tárgyutalmat kapnak, továbbá érem, oklevél és kupa is van a díjazásban. Mint a legtöbb magyarországi verseny, ugye ez létszámtól függően kerül kiírásra a lebonyolítás. Itt a nagyobb létszámú versenyekben svájci rendszer van, erre van egy szisztéma, tehát ott megvan a pontos menete a versenynek, hogy ki kivel játszik. Azt kell tudni erről, hogy mindig az azonos pontcsoportban lévők játszanak egymással, tehát erőség szerint vannak a párosítások, tehát nem véletlenszerű, illetve a kisebb létszámú csoportban pedig körmérkőzés van, ez azt jelenti, hogy mindenki játszik mindenkivel. Hát sajnos, mint ahogy az élet minden területén, a sakkban is rendkívül nehéz időket élünk, hát ez az idei 50 fő, ez tavalyhoz képest csökkenés jelent, tavaly 78-an voltak, viszont szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon köszönjük a polgármester úr és Szerencs városának a támogatását, hiszen nélkül ez nem jött volna létre. Hát sajnos egyre kevesebben sakkoznak, ugye nőnek a megéretési költségek, egyre kevesebb pénz van mindenkinek, úgyhogy sajnos drasztikus a csökkenés. De azt mondhatjuk, hogy ez még mindig egy közepes kategóriájú versenynek számít országosan. Fontos, hogy a sakk hagyománya továbbra is értéket képviseljen Szerencs városában, amihez nélkülözhetetlen, hogy mindig legyenek, akik a játék szeretetéért tenni fognak. A Zemplén kupa eredményhirdetése vasárnap délután 1 órakor várható, addig is a polgármester úr szavaival élve kívánunk a versenyzőknek jó helyzeteket, nyertes partikat és sok türelmet. Augusztus 12-én szombat este a Rákóczi vár visszatérő vendégének számító budafoki Dohnyányi zenekar adott rendkívüli koncertet a Zempléni Fesztivál keretein belül. A vendégek a vár lenyűgöző szépségű belső udvarán gyülekeztek, ahol a színpad és az elhelyezett székek már készen álltak a hangverseny kezdetére.
Indigo induló számot követően az elismert karmester Guido Mancusi köszöntötte a megjelenteket és ismertette az este tematikáját. A bécsi zene egyedi világába kalauzolták a közönséget, képzeletben visszarepítve őket a 19. századi bálok és keringők idejébe, ahonnan ez a klasszikus műfaj is származik. A zeneszámokon keresztül vezették a hallgatókat számos helyszínre, és ismerhettek meg érdekes történeteket. Szórakoztató és kivételes tehetséggel vezetett műsor a Strauss család tollaiból származó válogatással folytatódott, amelyből Mancusi külön kiemelte Joseph Strauss-t, akit a család legnagyobb zseniének tart. Mazurka és polka számok követték egymást, amelyeket hallva mindenki bele tudta magát képzelni egy korabeli bécsi bál hangulatába. Az este további részében a karmester saját maga által komponált zenéit hallhattuk, amelyek habár tükrözik a kor stílusát, mégis egyedi, modern jegyekkel egészülnek ki. A ráadásban hallhattuk a Kék Duna keringőt is, ami a bécsi zene egyik igazi klasszikusa. A budafoki Dohnyányi zenekar és karmestere Guido Mancusi ismét bizonyították, hogy tehetségükkel és előadó képességükkel bárkit képesek megérinteni. Az előadásaik minden évben méltó nyitásai a Zempléni Fesztivál szerencsi rendezvény sorozatának. Reméljük, még hosszú éveken keresztül lesz szerencsénk részt venni a koncertjeiken. Augusztus 15-én a Szerencsi Munkás Szent József templom falai között szólalt fel zene a Zempléni Fesztivál programsorozatának folytatásaként. Az előadás Gyöngyösi Levente zeneszerző vezényelte le, aminek keretei között az általa komponált latin nyelvű egyházi kórusművekből hallhattak egy válogatást a megjelentek. A szerző nem hiába világszert elismert, hiszen kórusművészete sokszínű stílusjegyeket tartalmaz a reneszánsz jellemzőitől egészen a könnyű zenéig. A lejátszott dalok közül többet is először hallhatott a közönség, hiszen azok külföldi megrendelésekre készültek. A koncert célja, hogy az emberek megismerhessék és betekinthessenek ebbe a különleges kultúrába. A koncerthez közreműködött Bíró Zsófia fuvola, Maród Bálint cselló, Balog Ádám zongora művészek és a Seventeen Singers énekes együttes tagjai. Kezdőszám, a Nolite Timere egészen a sivatagba repítette a hallgatókat abba az időbe, amikor egy angyal jelent meg a pásztorok előtt.
A művet követően Gyöngyösi Levente nagy elégedettséggel köszöntötte a szép számban megjelent közönséget, akik ezen a kellemes nyári estén eljöttek meghallgatni az előadásukat. Számára különösen fontos a kórusmű készítés, hiszen már nagyon régóta foglalkozik ezzel a műfajjal, több mint 80 művet írt meg eddigi karrierje során. Ez idő alatt részt vett kórusversenyeken is zsűritagként, és ez tovább gazdagította benne a műfaj iránti szeretetet, hiszen számos egyedi és izgalmas alkotással találkozott ezeken a rendezvényeken. A második eljátszott mű is egyike az ilyen különleges daloknak, ami a női kar által szólalhatott meg. Címe magyarra fordítva nem más, mint Te benned bíztam Istenem, és a 71. Zsoltár szövegét dolgozza fel. Zenének saját közössége van, aminek Gyöngyösi Levente egy rendkívül kiemelkedő és meghatározó alakja. Szerinte minden zenének saját története van fájdalommal és örömmel szőve, miközben egy jellemfejlődésen is keresztül megy bennük. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb jövő héten, szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!